Tisztelt miniszterelnök úr, főtiszteletű püspök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit mai rendezvényünkön az elektronikai hulladékhasznosító üzem átadásán. Ez a nagy beruházás a szemünk láttára épült fel pár hónap alatt, betöltve a Karcagi Ipari Park második ütemének jelentős részét. Visszatekintve a közelmúltra elmondható, kevesen hittünk abban, hogy itt Karcagon, ebben a mezőgazdasági városban ilyen ipari parki fejlesztés, komoly ipartelepítés lehetséges. És el kell azt mondanunk, hogy a város lakóinak legnagyobb része is kételkedve fogadta terveinket. És ahol most vagyunk, az egy olyan része a karcagi hatának, amire mifelénk azt mondják, azért teremtette a Jóisten, hogy ne legyen lyukas a föld. Tehát egy nehezen hasznosítható terület. Agyaggödrök, anyagnyerő helyek voltak itt. Mégis összefogással, Varga Mihály miniszter úr segítségével, a polgári kormány támogatásával sikerült létrehozni ezt az ipari parkot, illetve pár évvel ezelőtt annak az első ütemét. Ez tulajdonképpen a Nagykunság első ipari parkja. Köszönet érte Karcag város önkormányzatának, az Info Kft.-nek, Székely István igazgatónak, valamennyi beruházónak. Annak idején, amikor az építkezés előtt voltunk, sokan mondták, hogy az ipari park az csak egy puszta cím, az is marad, nem lesz ott beruházás, sőt, idézem, elhangzott az is, hogy nem lesz abból semmi. Mégis látszik az, hogy kun kitartással, hittel, szakértelemmel, a Jóisten segítségében bízva sikerült megépíteni azokat a terveket, megvalósítani azokat a terveket, elképzeléseket, amelyek megfogalmazódtak. Így jött létre a Penny raktárbázis, ahol 150 fő talál megélhetést. És a második ütem tényleg egy olyan helyre épült, ahol nem gondoltuk azt, hogy bármikor fejlesztés lehetséges. Mégis a technika, a szervező munka az áthidalta ezeket a nehézségeket. Dobos László polgármester úr, Kovács Sándor közgyűlési elnök úr az önkormányzat segítségével, a befektetők példás együttműködésének köszönhetően ma itt újabb munkahelyteremtő beruházást tudunk átadni. Célunk egy olyan ökoipari park létrehozása, kialakítása, amelyben a vállalkozások szorgos munkával vissza tudják nyerni a hulladékokban lévő értékes anyagokat, kímélve a környezetet, megélhetést adva ezáltal a magyar embereknek. A mai itt induló üzem összesen 170 karcegi és környékbeli embernek ad megélhetést. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt miniszterelnök úr! Ezek a fejlesztések országosan is kiemelkedő jelentőségűek, hiszen egy másfajta szemléletváltást tükröznek, mint a hagyományos iparfejlesztés. Azért is, mert a meglévőből dolgozunk, az ember, amely gyakran kiuzsorázza a környezetet, kihasználja az erőforrásokat, a civilizáció nem mindig törődik a hulladékokkal, ma már másképpen közelít ezekhez az anyagokhoz. Van lehetőség arra, hogy importot váltsunk ki, hasznosítsuk azokat az értékes nyersanyagokat, amelyeket már beépítettünk készülékekbe, berendezésekbe. Ez azért is fontos, mert nincs messzire az az idő, amikor bizonyos ritka fémek, ritka nyersanyagok már nagyobb mértékben lesznek a civilizáció által felhasználva, mint amíg még található belőlük a környezetben. És nem mindegy az, hogy ezeknek az anyagoknak az újra felhasználása, hasznosítása hol történik. Mi bízunk abban, hogy itt Magyarországon meg tudjuk teremteni azt a háttéripart, amely lehetővé teszi azt, hogy saját magunk jussunk hozzá ezekhez az értékes anyagokhoz. Ez foglalkoztatást, kutatást, fejlesztést is jelent, és itt Karcagon ez irányú elképzeléseink is vannak. Sok száz karcagi, nagykunsági ember tud ezáltal munkához jutni. És meggyőződésem, hogy az igazi vidékfejlesztés ilyen konkrét programokban valósul meg. Szándékunk továbbá az, hogy az ökológiai célú beruházások mellett, a környezetvédelmi profilok mellett élelmiszerfeldolgozás, logisztika, raktározás is települjön az ipari parkba. És ezáltal Karcag a Tiszántúl egyik leggyorsabban fejlődő, legdinamikusabban épülő városa lehet. Tisztelt hölgyeim és uraim! Karcag az elmúlt négy esztendőben is sokat fejlődött. Csak egy rövid felsorolás erejéig érdemes itt kiemelni azt, hogy kiépült a gyorsvasút, aluljáró, felüljáró készült el, a kórház felújítása befejeződött, ott különböző oldalépületszárnyak, még mindig zajlanak a munkálatok, a szociális otthon felújítása,
az új uszoda termálfürdő kiépítése is ez az időszakhoz kötődik. Lassanként befejeződik a Karcsa-Kunmadarasi útnak a rekonstrukciója és erdei futópálya, óvodafelújítások, sportpálya, öltöző építése, ivóvízminőség javító program is fémjelzi ezt az időszakot. A hulladéklerakó rekultiváció, ifjúsági ház felújítás, illetve a most induló belváros rehabilitáció, beleértve a piac, a művelődési ház és a városháza megújítását is, a körzeti orvosi rendelőnek a felújítása is, mind-mind azt mutatja, hogy ez az elmúlt időszak ez rendkívül sikeres és jó alap az elkövetkezőkre nézve is. Jövőbeni terveink között egy új rendőrkapitányság építése is szerepel, hiszen a bélemény helyett most már megérett a helyzet arra, hogy egy önálló épületben tudjanak szolgálni a rendőrei. És ami nagyon fontos, további ipartelepítés, mezőgazdasági fejlesztések, munkahelyteremtés, hiszen megélhetést kell adnunk az embereknek itt Karcagon, a Nagykórság fővárosában, az Alföldi tájon. Tisztelt miniszterelnök úr! Sem a Karcagi Ipari Park fejlesztése, sem a megvalósult beruházások nem jöttek volna létre a Nemzeti Ügyek Kormányának a támogatása nélkül. Nem lennének itt épületek, nem lennének termelőüzemek, nem dolgozna itt senki, ha nincs ez a támogatás. Én a karcagi polgárok, a nagykun emberek nevében szeretném megköszönni mindazt a segítséget, amiben részesültünk, számítunk támogatására, jövőbeni fejlesztési, beruházási és munkahelyteremtési elképzeléseink elérése érdekében is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, miniszter urak, kedves karcagiak! A legfontosabb dolgot azt az előbb meg is tudtuk. Nem parancsol se a járság, se a kunság, se a karcagi bíróság, ha jól hallottam. Hát nem nevezném egy aulikus pannon lelki alkatnak azt, ami itt ezen a vidéken uralkodik. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném tisztelettel köszönteni önöket, mint egy annak bizonyításaképpen is, hogy ebből a makacs néplélekből is komoly alkotások, és nem csak művészi alkotások, hanem komoly ipari alkotások is ki tudnak sarjadni. Amikor készültem ide önökhöz, akkor elgondolkodtam azon, hogy végül is egy elektromos hulladék újrahasznosító üzembe jövök, és ha valaki gyerekkoromban azt mondta volna, hogy ilyen létezik, valószínűleg nem értettem volna, hogy miről beszél. Sőt, talán még amikor gimnazista voltam, akkor sem tudtunk arról, hogy léteznek egyáltalán elektromos hulladékok. Ehhez képest most itt állunk, és egy ilyen üzemet fogunk átadni. Jól látható, hogy mennyit változott a világ. Tisztelt hölgyeim és uraim, de 4 év alatt is sokat változott a világ Magyarországon. Szeretném önöket emlékeztetni az örömteli pillanatok közepette is arra, hogy az országot a szakadék széléről kellett, a pénzügyi összeomlás szakadékának széléről kellett visszarántani, és komoly konfliktusokat kellett vállalnunk azért, hogy a saját utunkat járhassuk. Ezt a mondatot egy ilyen helyen nem kell magyarázni. Tisztelt hölgyeim és uraim, szerencsére és a sok elvégzett munkának köszönhetően az erőfeszítések nem voltak hiába valók, és most már ott tartunk, hogy a gyakran velünk szemben ellenszelett támasztó európai bizottság is az idei és a következő évre kiadott előrejelzéseiben Magyarországot ígéretes gazdaságként írja le. Kiderült, hogy mégiscsak van élet errefele, sőt, mi több lesz gazdasági növekedés, sőt, mi több rendben van a költségvetés, sőt, az államadóság is csökkenni fog. Összességében tehát Magyarország lassacskán, de biztosan elnyeri azt a pozíciót, amit európai sikertörténetnek lehet nevezni. Tisztelt hölgyeim és uraim, miközben persze a magunk fajták, mármint a kormányban dolgozó emberek, az ilyen nagy összgazdasági számokkal és összefüggésekkel foglalkoznak, hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy általában nagy sikerek nincsenek. Magyarország nagy sikerei azok mind egyéni és helyi sikerekből állnak össze. Nincs tehát sikeres magyar gazdaság, sikeres Karcag, sikeres karcagi ipari park és az abban dolgozó sikeres magyar üzletemberek nélkül. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezért is fontos, hogy Karcag is jól teljesítsen, Karcag is jobban teljesítsen, mert az ország is csak akkor lehet sikeres. Összeszámoltam, elvittünk innen ebből a városból 6 milliárd forintnyi adósságot. Ezt levettük, ezt a terhet a karcagiak válláról, és hoztunk ide 12 milliárd forintnyi fejlesztést. Összesen ez 16 milliárd forint, ennyivel járt jobban Karcag, azzal, hogy nemzeti
és a vidék iránt elkötelezett kormánya van, minthogyha maradt volna az előző internacionalista kurzus. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arról nem is beszélek, hogy mi is vittünk el innen a 6 milliárd adósságon túl két minisztert is, ami azért a mai viszonyok közepette egy figyelemre méltó hányad, hiszen mindösszesen 8 miniszter van a magyar kormányban, abból 2 ad Karcag. Az egyfőre jutó miniszterek száma, tehát az egy négyzetkilométerre jutó miniszterek száma valószínűleg itt a nagykunságon a legmagasabb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen miközben beszélünk az elvitt adósságról, meg beszélünk az idehozott fejlesztésekről, nem érdemes úgy tennünk, mintha minden rendben lenne. Mert azért itt az élet még mindig nehéz, és még nagyon sok a tennivaló. Csak ha a legfontosabbat mondom, akkor is látok én itt 13-14%-os munkanélküliséget ebben a térségben. Látom, amikor jövök ide, hogy a négyes út még mindig nem készült el, és majd amikor menni fogok a mai nap során innen mezőtúr, akkor majd azt fogom látni, hogy bizony az alsóbrendű utak pedig kutya állapotban vannak. Tehát ugyan sokat dolgoztunk, rengeteg munkát végeztünk el, de még nagyon sok munkát kell elvégeznünk ahhoz, hogy Karcagon minden család azt mondhassa magának, hogy biztonságban van a jelene, biztonságban van a jövője, mert van munkája. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azon is meglepődtem egy pillanat erejéig, mikor készültem Önökhöz, hogy mégiscsak egy modern ipari üzemet fogunk átadni éppen Karcagon, márpedig ha a magyar embereket megkérdezik, akkor 10-ből 9-en azt fogják mondani, hogy Karcag, hát az egy mezőgazdasági város. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a dolog úgy áll, hogy kétségkívül Karcag egy híres, méltán híres mezőgazdasági város, de a világ arrafelé kanyarodott, hogy a még oly sikeres mezőgazdasági városok sem tudnak kizárólag mezőgazdaságból megélni. Iparfejlesztés nélkül a mezőgazdasági vidék sem életképes. Ha nincs ipar, nincsen elegendő munkahely. Csak a mezőgazdaság nem fog elegendő munkahelyet adni a jövőben sem. Tehát mindenhol, még az ősi magyar mezőgazdasági vidékeken is kell ipart fejlesztenünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen nem mindegy, hogy hogyan fejlesztjük az ilyen területeken az ipart. Én gratulálni szeretnék a karcagiaknak, különösen is az ipari parknak a működtetőinek, hogy létrehozták ezt az ipari parkot, mert ha a kultúráltan és a tájunkat nem lerombolva, ha a mezőgazdasági hagyományainkban nem belegyalogolva akarunk ipart fejleszteni, akkor azt átgondolt koncepció szerint kell tennünk. Így tudjuk megvédeni a településeinket és eleget tenni a gazdasági igényeknek. Ez magyarul azt jelenti, hogy ipari parkokat kell létrehoznunk, ahova beterelhetjük az ipari beruházásainkat. Külön is gratulálok ahhoz, hogy mint ezt előbb itt hallhattam, ez az ipari park, ez tekintélyes részben most már ökoparknak is minősíthető. Szerényen, hogy mi is tudjunk a sikerből részesedni, szeretném megemlíteni, a Széchenyi terv keretében támogattuk ennek az ipari parknak a létrejöttét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arról is szeretnék néhány szót szólni, különösen itt a magyar mezőgazdaság egy ilyen méltán híres helyén, hogy az iparosítás, az újraiparosítás, amit meghirdettünk, elég jó ütemben halad. Ennek egyik megnyilvánulása a mai beruházás, illetve a mai vállalkozás átadása is. Nem szoktunk erről beszélni, de szokták úgy sorba rendezni az európai országokat, hogy megnézik, hogy a teljes nemzeti össztermékükön belül az ipari termelés hány százalékot tesz ki. Az Európai Unión belül ma a teljes nemzetgazdaságokon belüli ipari termelés az átlagban 15%. Magyarországon 23%. Jóval az európai átlag fölött vagyunk, és ha hozzáteszem, hogy csak 2 ország van Európában, amelyek a nemzeti össztermékében az ipar nagyobb arányt foglal el, mint a magyarokéban, ez Németország és Csehország, de ők is csak egy orhosszal, akkor azt kell mondanom, hogy a harmadik legiparosodottabb nemzete Európának ma a magyar. És ha jól értem a saját terveinket, és jól olvasom a tendenciákat, és hogyha a Varga miniszter úr képes lesz a következő 4 évben is jól végezni a munkáját, akkor komoly esélyünk van arra, hogy a következő 4 év végén azt mondhatjuk, hogy Európában a magyar nemzetgazdaság egészén belül az ipar adja a legnagyobb hányadot, vagyis Európa legiparosodottabb országának címéért is versenybe tudunk szállni. Ez pedig mind-mind munkahelyet és munkahelyet teremt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen a magyar ipar fejlődéséhez nem nélkülözhetők a nemzetközi óriások, ipari óriások, akik eljönnek Magyarországra, beruházásokat hoznak létre, magyar beszállítókat állítanak hadrendbe, és elviszik
a magyar munkaerő termékeit a világpiacra. Az ilyen gyáraknak is nagyon örülünk természetesen. A környéken is adtunk át ilyeneket nem is olyan régen. Még Szolnokon is, de Sándor előre figyelmeztetett, hogy ilyen helyen ezt a városnak a nevét sem szabad kiejtenem, de azért szeretném megemlíteni, hogy mégis ott is csak magyarok élnek, és örülnünk kell az ottani sikereknek is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azonban az ember még inkább örül annak, hogyha egy olyan vállalkozást adhat át, ami a magyarok kezében van. Ahol nem csak arról van szó, hogy magyarok találnak munkát, magyar családok kereshetik majd meg a kenyerüket, hanem maga a vállalkozás, a vagyon, a cég is magyar kézben van. Nem könnyű dolog világszínvonalon teljesíteni magyar tulajdonban lévő vállalatoknak. Én szeretnék gratulálni az itt egymással összeműködő vállalkozóknak, ennek a vállalkozói csoportnak ahhoz, hogy sikerült találniuk egy olyan piaci rést, ahol Magyarországon piacvezetők lehetnek. Sikerült találniuk egy olyan piaci rést, ahova olyan modern technológiát tudtak magyar vállalkozóként behozni, hogy én most azt mondhatom önöknek, hogy az egész kontinensen, tehát nem csak Magyarországon, hanem az egész kontinensen a legmodernebb elektromos hulladék hasznosító üzemet fogjuk átadni, amelynek magyar tulajdonosai vannak. Ez nagy siker, gratulálok a tulajdonosoknak, és sok erőt, egészséget kívánok a további fejlődéshez és terjeszkedéshez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hallhattuk, hogy mintegy 170 munkahely jön majd létre közvetlenül, de szeretném megemlíteni azt is, hogy vannak kapcsolódó munkafolyamatok, és hogyha azok teljes egészében megindulnak, akkor még további 2-3-szor ennyi munkahely, összességében tehát maga az egész vállalkozás végkifejletében 4-500 munkahelyet is létrehozhat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az is egy fontos dolog, amiről az előbb itt Fazekas Sándor miniszter úr beszélt, hogy az elektromos eszközök olyan formát vettek fel a modern világban, hogy nem megjavítani szoktuk őket, hanem sokkal inkább kidobni. Ez jól jelzi azt a feladatot, hogy ma már nem csak össze kell szerelni ezeket a termékeket, hanem szét is kell őket bontani, hiszen ha csak kidobjuk őket, az egy olyan pazarlás, amelyet egy nyersanyagban szegény ország, és a mi hazánk ilyen, egész egyszerűen nem engedhet meg magának. Ezért fontos, ahogy hallhattuk, hogy bár most egy üzemet adunk át, de további hasonló üzemeket kell majd létrehozni, mert az összeszerelő üzemek után Magyarországon a szétszerelő üzemek hálózatára is szükségünk lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen fontos megemlíteni, mert Illés Zoltán is itt van, és megró bennünket, ha erről nem beszélünk, hogy ez egy zárt rendszerű technológia, hiszen az ilyen típusú termékek szétbontása a környezetvédelem szempontjából lehet aggályos. Ezért fontos, hogy zárt rendszerű technológiával történjen, vagyis se a levegőbe, se a talajba, se a vízbe ne kerülhessen semmilyen káros anyag. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném még azt is elmondani önöknek, hogy mint hallhattuk, 18 millió tonna hulladék keletkezik Magyarországon. Ennek a hulladéknak az energetikai célú hasznosítása csak a hulladék 5%-ára terjed ki. Ez egy nagyon alacsony arány. Tehát a nyugat-európai országok képesek az ilyen típusú hulladékból visszanyerhető energiának jóval nagyobb hányadát újra előállítani. Anyaghasznosításban kicsit jobban állunk. A 2010-es évben úgy festett Magyarország, hogy az összes hulladék mennyiségnek a 31%-át voltunk képesek újrahasznosítani. 2012 végi adaton van, tehát 2 év elteltével pedig ezt föl tudtuk vinni 37%-ra, tehát a hulladék 37%-át tudjuk újrahasznosítani, ami ugyan nem rossz szám, de jól látható, hogy még további 63%-ra nyílik lehetőség. Kívánom az itteni vállalkozóknak, hogy ragadják meg az ebből kinyerhető üzleti lehetőséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fontos, hogy ilyenkor számot adjak arról is, hogy a hulladék gazdálkodás területén az elmúlt 4 évben nem tétlenkedtünk, hála a kormány felelős vezetőjének, akik ezekkel a területekkel foglalkoznak. Hulladéktörvényt fogadtunk el, bevezettük a hulladék lerakási járulékot, ezért is tudunk ilyen fejlesztéseket végrehajtani. Bevezettük, hogy a hulladék gazdálkodásban közszolgáltatást, mármint a hulladék összegyűjtéséről beszélek, csak olyan non-profit szervezet végezheti, amely közösségi tulajdonban van. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy 2015-től országos szintűvé válik a szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon, legalábbis ez a mi reményünk, és létrehoztuk az országos hulladékgazdálkodási ügynökséget is, amely képes az egyébként időnként szemetes és elhanyagolt képet mutató Magyarország állapotán majd javítani.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, illegális fémkereskedelem, fémlopás. Erről is kell beszélni, hogyha a hulladék ügyében szólalunk meg. Hosszú időn keresztül próbáltunk a potenciális elkövetők belátására hagyatkozni. Ez nem volt sikeres politika. Ezért a lépésenként óvatos szigorítás politikája helyett a radikális, kemény és azonnali intézkedés álláspontjára helyezkedtünk, megváltoztattuk a vonatkozó törvényt, nagyon szigorúan fogjuk büntetni a jövőben a fémlopást és a fémtolvajlást, tekintettel arra, hogy ez egy olyan gyalázat és szégyen, amellyel elég nehéz együtt élni a tisztességes embereknek, amikor köztéri szobrainkat is elviszik, amikor a közlekedés biztonságot veszélyeztető fémlopásokkal kell nap mint nap szembenéznünk. Ez elfogadhatatlan, úgyhogy a lehető legszigorúbb törvényi szabályokat fogjuk majd alkalmazni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, összességében a mai nap egy fontos esemény számunkra, mert egy lépés, hogy a hulladékgazdálkodás területén, vagyis a hátsó udvarunkban is rendet rakjunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen bármennyire is szeretném, vagy szeretnék esetleg mások, nem lehet mellőzni azt a tényt, hogy április 6-án mégiscsak választások lesznek, és természetesen, ha nagyon muszáj, tudnék összefüggést teremteni gondolatilag a hulladék gazdálkodás meg a választás között, de ahelyett, hogy ezzel a manőverrel próbálkoznék, inkább egyenesen bevallom, hogy ez egy fontos választás lesz, és ha megengedik, miután kötésig állunk már a kampányba, sőt, talán inkább szigig gázolunk benne, szeretném önöket arra kérni, hogy ne feledkezzenek el erről az időpontról. Április 6-a fontos nap lesz Magyarország életében. Könnyen lehet, hogy utóbb majd történelmi jelentőségűnek is fogjuk tekinteni. Mégiscsak el kell döntenünk, hogy merre haladjon tovább Magyarország. Önök mindent láttak, mindent tudnak, mindenkit ismernek, hiszen volt lehetősége minden politikai erőnek Magyarországon, hogy bemutassa a tudását. Volt, akinek 8 évig, legutóbb pedig nekünk is megadatott ez 4 évre. Van tehát mit, mivel összemérni. Én ismerve ezen a vidéken uralkodó politikai állapotokat, amelyek egyenes következményei a népdalnak, amit a mondandóm elején idéztem, arra szeretném kérni a derék karcagiakat és kunokat, hogy bár mindenki szereti itt a saját útját járni, és ennek sok szépsége van, mégis vannak ügyek, amelyben az egységre kell törekedni. Ezért arra szeretném kérni önöket, hogy az egység szempontját tekintsék a legfontosabbnak az előttünk álló választáson. Ne kacérkodjanak azzal a lehetőséggel, hogy miután Magyarországon 2 voksot is le lehet adni egyszerre, különböző okos megfontolásokból, így vagy úgy vagy amúgy osszák a szavazatukat. Minden siker, amit elértünk az elmúlt 4 évben, csak azért volt lehetséges, mert mi voltunk Európa legegységesebb nemzete. Ha nincs erő, ha nincs egység, akkor nem tudjuk megvívni sikeresen a legnagyobb bátorság és jó szándék mellett sem azokat a csatákat, amelyeket az elmúlt 4 évben is meg kellett vívni, és meg kell majd vívnunk a következő 4 évben is. Aki megosztja a szavazatát, az egység ellen tesz. Aki az egység ellen tesz, csökkenti az erőt. Aki csökkenti Magyarország erejét, nem ad esélyt arra, hogy sikerre képviselhessük a nemzeti érdekeinket azokban a küzdelmekben, amelyekben a nemzeti érdekeket a modern politikában és Európában képviselni kell. Ezért arra szeretném önöket kérni, hogy az egység szempontját tartsák szem előtt. Szeretném megköszönni a karcagiaknak, hogy 1990 óta mindig is kitartottak mellettünk. 1990 óta mindig bizalmat szavaztak nekünk, akkor is, amikor még tejfeles szájú kölykök voltunk, akkor is, amikor fiatal emberek, és akkor is, amikor meglett családapák lettünk. Mindig éreztük a támogatást, ide mindig eljöhettem, itt mindig megértettek bennünket, itt mindig újrakezdhettük az építkezést. Hálás vagyok a karcogiaknak ezért. Férfi emberek vagyunk, nem szoktunk különösebben érzelgősek lenni, de higgyék el, egy kormánynak, sőt még egy miniszterelnöknek is fontos, hogy legyen világos és egyértelmű támogatás a háta mögött. Én ezt önöktől mindig megkaptam, mint a mondandóm elején idézett számok mutatják, igyekeztem is meghálálni, és csak azt tudom mondani önöknek, hogy igyekezni fogok a jövőben is. Hálás szívvel köszönöm, hogy meghallgattak.